Gréci Zsolt a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Gondolja, hogy Áder János tudja, hogy ki az az öt ember Vida Ildikó NAV elnök mellett, akit kitiltottak az Egyesült Államokból? Hát a Fidesz szokás egy ilyen brancsnak tekinteni, az egykori kollégisták világ, akik a Bibó szakkollégiumból indultak a 80-as évek végén. Hát igen, de azért ilyen típusú párt nem nagyon létezik a világban, ahol kollégiumi szobatársak létrehoznak valamit, és aztán egyfajta akolmelegben vigyázzák egymást, és mivel mindenki tud mindent a másikról, így aztán, hát, ha akarják, akkor sakban is tudják egymást tartani. Tehát azt gondolom, hogyha Áder János, aki egyfajta pártkatonája a Fidesznek, és Orbán Viktornak a köztársasági elnök posztján, akkor azt gondolom, amit Orbán Viktor tud, mert hát az Egyesült Államok nagykövetségének ideiglenes ügyvőjétől, Gutfreund úrtól tudjuk, hogy ők tájékoztatták az összes létező adatról, illetve a kitiltás körülményeiről, a korrupciós ügyekről a magyar kormányt, így ha Orbán Viktor erről tud, akkor nem lennék meglepve, hogyha a Fideszhez azért erősen bekötött Áder János ezekről szintén tudna. Eltelt ebből az évből 6 nap. Előtte ugye ünnepek voltak, nem gondolom, hogy a családoknak a központi témája, akár a karácsonyfa alatt, vagy a pezsgős pohárral a kézben, az amerikai kitiltási botrány lett volna. Bár biztos vannak ilyen megszállott politikával foglalkozó családok is. Szóval egy kicsit most kevesebbet beszéltünk az elmúlt napokban erről a kitiltásról, de én azért azt gondolom, hogy nem beszélhetünk a jövőben kevesebbet erről, mert hogy még mindig nem tudjuk, hogy ki, mit, mi a gyanú. Tehát, hogy itt azért nem egyszerű ez a történet, tehát nem egy ilyen kis dolog történt, hanem valami nagyon-nagyon súlyos vád fogalmazódott meg. Mikor fogunk mi tisztán látni? Mi a következő lépés ön szerint, ami minket, állampolgárokat közelebb vihet a tisztánlátáshoz? Szemmel láthatóan Orbán Viktor túl akarja élni ezt a helyzetet, és abban bízik, hogy... Például hol? Hát például úgy, hogy egyszer nem, csak, hol? Hogy... Hát, ha nem. Hát hol van Orbán Viktor? Ja, azt nem tudjuk, most már lassan... Én utoljára fenyőfa gömnél láttam. Igen, az egy nagyon jól sikerült fénykép volt, ahogy, most... kicsit, ahogy kicsit gúnyosan belevigyorog az emberek képébe, hogy nekem ilyen szép karácsonyom van, bezzeg nektek így 4 millió szegénynek ez nem fog megadatni. Tehát azt gondolom, az is egy érdekesség, hogy Orbán Viktor hova tűnt, de ami ezt a kitiltási ügyet illeti, valószínűleg meg akarja úszni. Tehát minél kevesebbet beszélnek róla, és minél inkább a múltba tevődik ez vissza, ugye a feledés homálya erre rárakódik. A demokratikus koalíció... Nem rakódhat a feledés homálya. Kormány tisztviselőket emlegetett az amerikai ügyvivő, kormány közeli emberekről beszélünk. Igen, megfogalmazta, hogy neki a miniszterelnöktől a kormány hivatal ügyintézőig mindenki tisztviselő, de tehát szeretnénk tudni, hogy kik azok és mi a gyanú. Igen, hát a demokratikus koalíció ez ügyben egyszer már meglökte ezt a szekeret, amikor lelepleztük azt az átadás átvételt, Kerékvárci Szabolcs kollégám tartott róla sajtótájékoztatót talán többször is, amit utólag az átadott dokumentumokat fecninek nevezte a kormány. Ezt a demokratikus koalíció leplezte le, hogy a külügyminisztériumban megtörtént ennek a botrányos ügynek az átadás átvétele, dokumentumokat, adatokat, információkat az Egyesült Államok itteni képviselete átadott a kormánynak. Orbán Viktor azt mondta, hogy fecni, az nem tartalmazza azt, hogy vittük a bizonyítékokat, dokumentumokat, odaadtuk, tehát az egy... Gutfreund úr azt mondta, hogy abban részletes adatok is. A Heti Válasz interjúban volt egy olyan mondat, érdekes módon, hogy mindenki azt kapta fel, hogy most a kérdésben szerepelt Vida Ildikó, a válaszban nem szerepelt Vida Ildikó, de a miniszterelnök még így is felszólította Vida Ildikót, hogy perelje be Gutfreund urat, ezt meg is tette, holott Gutfreund ki sem mondta Vida Ildikó nevét. És Vida Ildikónak egészen addig eszébe nem jutott Gutfreund urat beperelni, amíg erre Orbán Viktor nem parancsolt rá. Igen, de előtte volt egy olyan mondat, ami viszont tehát sokkal aggályosabb abból a szempontból, hogy az a mondat arról szólt, hogy a magyar kormánynak átadtunk. Nem a fecninek nevezett papír, a magyar kormánynak átadtuk a bizonyítékokat. Igen, és azt mondta Gutfreund úr, hogy ezek alapján a magyar ügyészség, amit egyébként szintén egy volt fideszes képviselőjelölt, bizonyos Polt Péter vezet, ezek alapján elindíthatna mindenféle eljárásokat, és mégsem teszik. Tehát valamit átadtak az amerikaiak. Igen. A feljegyzésen túl, ami a feljegyzés, amit önök leplesztettek le, az volt, hogy hányszor szóltunk, milyen formában felhívtuk a figyelmet, tehát ez egy ilyen emlékeztető volt. De ezen túl beszélt Gutfreund
good friend, vagy említett valamiféle bizonyítékokat, vagy iratokat. Igen, és mégsem történik ez ügyben semmi. Hát ennél is tragikusabb egyébként, hogy Áder János, amikor most gyorsan egymás után kétszer megszólalt, akkor nem érezte szükségét, hogy például ebben az ügyben vélemény nyilvánítson, hanem a fejlődésről tartott előadást, meg arról, hogy létrejött egy nyilván nagyon fontos környezetvédelmi főosztály a köztársasági elnöki hivatalban. Én örülök, ha a fejlődésről értekezik a köztársasági elnök, hogy fenntartható legyen, én is aláállok, és majd tartom, hogy ez fenntartható fejlődés legyen. De hát Áder Jánosnak azért jobb lett volna, ha kitiltási ügyről beszél, jobb lett volna, ha mondjuk Novák Elődről egy szót, aki egy megszületett roma kisfiú Ricardo ügyében egészen virtigli nyilas szövegre ragadtatta magát. Lázár János viszont szólt ez ügyben. Hát, de ha már Áder János beszél, akkor a köztársaság elnökének, akinek elvileg a nemzetegységének képviselete lenne a feladata, ez ügyben szintén lett volna dolga. Aztán erről az UDI-ról is szólhatott volna nyugodtan hát Áder János. Kapcsolódik a környezetvédelemhez, hiszen ugye arról már beszéltünk még a ó évben, amikor kiderült ez az UDI ötlet, hogy az uniós támogatások azok különböző címkék révén érkeznek. Tehát vagy vállaljuk azt, hogy ez környezetvédelmi szempontból a városoknak a terhét csökkenti, tehát környezetvédelmi szempontból. És ez nem fizetős, akkor 50%-ot is támogatja az Unió, tehát 50%-át a bekerülési költségnek. Ha fizetősként építjük, akkor csak 80% a mi részük, tehát 20%-ot fizet az Unió. Tehát ez sem mindegy. Szerintem, hogy erre úgy kaptunk pénzt, hogy ez nem lehet fizetős, a másik meg környezetvédelmi szempontból. Igen, hát. Tehát ez mondjuk lehet, hogy majd Áder János új főosztálya foglalkozik ezzel, nem? Hát remélhetőleg foglalkozik vele, de hát mondhatom ezt ennél sokkal egyszerűbben is. Gyurcsány Ferenc megépítette az autópályákat, és Orbán Viktor ugyanezeket fizetősé teszi. Csak hogy az állampolgárok vagy a minket nézők értsék ezt a történetet. Hát az is egy olyan, ami az autópálya matricák környékén kialakult, az a káosz, hát az is teljes egészében vállalhatatlan. És hát ugye minden napra jut valami olyan botrány, amitől ennek a kormánynak már rég remegnie kellene, és futnia amerre lát. Hát ha csak belegondolok, hogy most már azt is meg akarják tiltani, hogy vasárnap ne lehessen árut kiszállítani sem, nem, hogy árusítani nem lehet semmit, nem lehet nyitva tartani, de hogy még, aki mégis úgy gondolja, hogy szüksége van mosóporra, kenyérre és fokrémre, az még csak meg se tudja rendelni, mert nem lehet neki kiszállítani. Tehát itt most már olyan szinten zajlik minden, ami összeomlasztja a magyar gazdaságot és magyar családokra elviselhetetlen terheket ró, ami most már egészen elképesztő. Itt van ez az italmútyi történet is. Ezt akartam épp szóba hozni, hogy a mai napnak volt még egy érdekes híre ez az ital nagykereskedelemmel kapcsolatos, ez a bizonyos jövedéki biztosíték. Biztos vagyok benne, hogy nem sokan kapják fel erre a kifejezésre a fejüket, mert nem érintettek. Ettől függetlenül maga a történet, hogy hozunk egy törvényt, rájövünk, hogy hát ez így nem jó, hát hiszen ebbe beleroppannak, tehát eddig 22 millió forintos biztosítékot kellett le, tehát most meg 150-et kell letenni, tehát nyilván egy kis és középvállalkozás ezt a 150 milliót így a mellé zsebből. Na jó, akkor ezt sávosan vezetjük be, és akkor egyszer csak kiderül, hogy mégsem most vezetjük be, tehát most a 150 milliót vezetjük be, és nem sávosan vezetjük be. De ez tévedés volt, és ezért elnézést is kért már a Fidesz, tehát, hogy akkor nem így lesz, és hogy tévedés volt. Na de hát, könyörgöm, hát milyen kormány az, amelyiknek egyébként két hete nem láttuk a főnökét, tehát senki nem tudja, hogy Orbán Viktor hova tűnt, lehet, hogy már Lázár János a miniszterelnök, csak még nem tudunk róla, de mindesetre, hát milyen kormány az, amelyik benyújt egy ilyen javaslatot, vagy egyszer csak azt mondja, ja bocsánat, elnézést kérünk, mégsem úgy lesz. Az autópálya matricáknál sorbálnak az emberek a benzinkútnál, fogalmuk nincs, hogy melyik útra kell, melyik útra nem, melyik megyére, hogyan, hova. Egyszerűen összeomlás előtt van az ország. Gondolja? Hát abszolút. Hát itt elírtak egy dátumot, hát 2016-ot írtak, hogy majd akkortól lesz sávos, és közben már 2015. január 1-től sávos, tehát hogy nem kell mindenkinek 150 milliót fizetni. A gyülekezési törvény módosításáról biztos nem fogják elírni véletlenül a dátumot, amikor korlátozni akarják a tüntetések lehetőségét és időtartamát az ellenzék számára, abban biztos nem fognak tévedni. Mint ahogy abban sem szoktak tévedni, amikor saját zsebre baráti cégháló
képviselői jutnak mindenféle pályázati pénzekhez, ott soha nincs probléma, soha nincs adminisztratív hiba, minden tökéletesen működik, csak amikor az ország fontos működéséhez szükséges döntéseket kell meghozni, akkor látjuk a teljes összeomlás jeleit. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.